Nyíregyházi Bárci Gusztáv iskola második osztályos tanulói is felléptek a Nyíregyházi Esélycentrumban szervezett művészeti napon. A megyében működő fogyatékkal élő gondozásával foglalkozó intézményeket várták az ifjúsági találkozóra, amelynek idén a mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete volt a házigazdája. Újfehértóról, Kisvárdáról és Vásárosnaményból is érkeztek fellépő csoportok, de számos nyíregyházi intézmény is bemutatkozott. Nagyon fontosnak tartjuk az ilyen találkozókat, ugyanis a felnőtt értelmi fogyatékos fiatalok itt meg tudják mutatni, hogy igenis ők is értenek a művészethez, nagyon szeretnek táncolni, szeretnek ismerettségeket kötni és új barátságokat is. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet rán. A felkészítő tanárok segítségével számos énekes és táncos programmal készültek a diákok. A találkozó kísérő programjaként egy kiállítást is szerveztek a különböző szervezetek ellátottjai, illetve az egyesületi tagok munkájából. Ez a kreatív tárlat is jó példa arra, hogy a fogyatékkal élők is tudnak értékteremtő, piacképes termékeket készíteni. A fejlesztés az nagyon fontos számunkra, hogy valami kis kézügyesség, manuális foglalkozásokat tartunk. Pontosan a szereplés is hozzátársul ehhez, de a kiállítás során olyan kézügyességeket meg kreativitásokat tudnak elsajátítani, akinek természetesen ehhez van készsége, és ötleteket kaphatnak akár az otthoni lakásuk ünnepeknek a megtartásához, a lakásdíszítéshez, és egyéb olyan eszközöket és kis figurákat, gyurmákat vagy gyöngyöket fűznek, tehát gyertyát készítenek, a kiállítás maga beszél róla. A tárlat november 25-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Esélycentrum Tiszavasvári úti épületében.